karácsony, örök karácsony vágya hordoz. Adventi lélekkel megyek, szívemben elsüllyed haragok. Felejtett igék zengenek valakiről, ki újra eljön, ahogy régeség megjelen. Dicsőség fenn a magasságos mennyben Istennek, aki szent. Belülről zeng az angyalének, a csillag is égben ragyog. Elődelengenek a régi fények, és elveszített angyalok. Megtartó született ma néktek, a földön békesség legyen, a test fölött lebeg a lélek, a bűn fölött a kegyelem. Újra reményt, új hitet adva a vágyainknak. Újra megszületik ki
félelemben élők elő majd kiállnak. Taníthatja őket élni és szeretni, megmutatva, hogy kell jó emberré lenni. Fényt hoz életünkbe a szeretet fényét, tanítva a jóság, tisztaság erényét. Ha majd a tanítást szépen befogadjuk, az emberiséget angyallá avatjuk. Béke, szeretet vár minden élőlényre, csak a bujdoklókat hívjuk ki a fényre. Csodáljuk világunk, fénnyel vonjuk körül, s hiszen a Teremtő velünk együtt örül. Hazugok uralják ma még ezt a földet, ennek megoldása nem jöhet csak tőled. Ez az egyén dolga, ledobni a láncot, lelkünkbe fordulva keresni tanácsot. Kérni útmutatást, isteni kegyelmet, amit a szülőtől elvárhat a gyermek. Hiszem, hogy a jelet meg is fogjuk kapni, így fog a szeretet a világra hatni. Fényszóró világít majd be minden dugva, hova a megoldás mélyen eldugva. Minden hamis álság végre fényre derül, s élhetjük létünket tisztán és emberül. Együtt és egymásért, egymást kézen fogva, emelkedjen lelkünk fénylő csillagokba. Kerüljünk bolygónkkal szép harmóniába, éljünk szeretettel, higgyünk a csodába. Tanítsuk a létet boldogan megélni, s okat támogatunk, Isten nem kell félni. Hiszen a félelem nem őtőle való, emberi találmány, csúsz trójai való. Ne engedjük be hát többé a szívünkbe, legyen nemes lelkünk a Teremtőnk tükre. Kegyes és elnéző, szeretettel áldott, amely így varázsol örökös karácsony. Thank you.
Erzsébet, jön a megváltó. Jön a megváltó, meleggel, fénnyel tölti be házunk. Csak jól vigyázzunk, hogy észrevétlen, el ne haladjon, s itt ne maradjunk mi a sötétben. Szép karácsonyfa nem elég nékem, nem elég semmi. Jön a megváltó, őt magát várjon szívembe venni. Olyan lesz akkor, mintha minden nap karácsony lenne. Puha jászolként vár a szívem rád, védj, Uram Jézus, lakozás benne. Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment át mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Bizonyára mindenkinek megvan az a reklám, amit ezen az adventen az egyik mobil szolgáltató készített, amikor van egy kedves buszsofőr, mindenkinek kedveskedik, aki felszáll a buszra, mindenkihez van egy jó szava, és készül ő is a karácsonyra, de kapja az üzenetet, hogy a gyermeke nem tud együtt ünnepelni vele.
és nagyon elszomorítja őt. Érthető módon így lenne ezzel mindenki. Mert az ünnepen igyekszik mindenki együtt lenni azokkal, akiket szeret. Valaki már eljött, hazalátogatott a szüleihez, a testvéréhez, a családjához. Lehet, hogy valaki majd holnap indul útnak, mert nem múlhat el az ünnep, hogy ne találkozzunk egymással. És én kívánom azt, hogy mindenkinek legyen boldog találkozása ezen az ünnepen. Szomorú, amikor elmarad a találkozás. Úgy várjuk a vendéget, hogy igyekszünk vendégül látni, aki hozzánk betér. Az asszonyok az elmúlt napokban sokszor átgondolták, hogy mit készítenek majd ezen az ünnepen. A tegnapi nap, a mai nap is bizonyára a konyhában telt nagyobb részt, hogy amikor eljön az a pillanat, hogy együtt van a család, akkor együtt tudjunk asztalhoz ülni. Hát a szeretet egyik legszembetűnőbb kifejezése, hogy vendégül látjuk azokat, akik közel állnak hozzánk. Együtt ülünk asztalhoz. Kedveskedünk nekik. Olyan örömet ad az embernek, amikor egy asztal közösségben lehet a hozzá legközelebb állókkal. Elgondolkodtam ezt a reklámfilmet látva, és azon, ahogyan mi készülünk a karácsonyra, hogy mindent elkövetünk azért, hogy együtt legyünk, hogy a mennyben is van egy terített asztal, és azon az estén, amikor megszületett a világ megváltója, annál a terített mennyei asztalnál üres volt egy hely. Nem volt ott mindenki. Hiányzott onnan Jézus, a fiú. Üres maradt a helye. Az Atyának, az Istennek bizonyára nagyon hiányzott a fia. Soha el nem váltak addig egymástól. Mindig együtt voltak. Olyan szeretet köti össze az Atyát és Jézus Krisztust, amilyen szeretetet mi nem tudunk a Földön érezni. Ezt a szeretetet majd ajándékba kapjuk akkor, hogyha bemegyünk mi is az ő országába. Elszakíthatatlan szeretet volt. És mégis azon az estén, ott fent a mennyben, nem volt ott Jézus. Nem volt ott az Atyával, az angyalokkal, akik hódolt, akik szerették őt, mert itt volt lett a Földön. És mindketten tudták ezt. Tudta az Atya is, és tudta Jézus és a Fiú, hogy egyszer eljön ez az idő, amikor elválnak. Mert megbeszélték egymással. Az Atya elmondta a Fiúnak, hogy ezt a feladatot, amit rád akarok bízni, csak te tudod elvállalni, senki más. Csak te tudsz győzelmet aratni a fölött, ami ezt a világot megrontja. Csak te vagy egyedül képes arra, hogy legyőzd a bűnt és legyőzd a halált. Ezt nem bízhatom másra, fiam. Nincs senki, aki ezt megtehetni. És tudod, ez azzal jár, hogy el kell válnunk egymástól egy időre. El kell menned a mennyből, az otthonodból. És el kell jönnöd erre a világra. Az Atya elmondta, a Fiú pedig azt mondta, vállal. És mindketten tudták, az Atya is tudta, és a Fiú is tudta, hogy mivel fog ez járni. Hogy mit jelent az, hogy eljön a Fiú, és nincs ott az asztalnál az Atyával, hanem itt van, ebben a világban. Tudta Isten és tudta Jézus is, hogy ez szenvedéssel, könnyel, vérrel, szegekkel, tövissel, korbáccsal, köpéssel, kereszttel, halállal fog járni. Tudták. Mert ez egy nagy harc. És a halál felett nem lehet könnyen győzelmet találni. Egy végletekig folytatott harc. Az Atya tudta, hogy hova küldi el a fiát. Az Atya tudta azt, hogy lesz idő, amikor nem lesznek együtt annál az asztalnál. És én hiszem azt, hogy amikor Jézus itt volt a Földön, akkor az Atyának minden gondolata nála volt. Ő rá gondolt, a fiára gondolt. Mi
mint ahogyan te is gondolnál a gyermekedre, ha valami oktán fogva nem töltenéd vele együtt az ünnepet. Mi van vele? Miért nem tudott eljönni? Isten is így gondolt Jézusra, és bízott benne. És amikor oda nézett arra az üres helyre, hogy az én fiam most nincs itt ennél az asztalnál, akkor tudta azt is az atya, hogy nem sokára eljön az idő, amikor újból hazajön. Visszatér. A mennybe. Ahová való. És újból leül arra a helyre, amit csak ő illeti, de már nem egyedül jön. Amikor már visszajön az én fiam, azt gondolta az, hogy vele jönnek majd azok, akik az én fiamat szeretik, akik az én fiamat befogadták, akik az én fiamért az életüket is odaadták, akik az én fiamért mindenüket elhagyták, akik az én fiamat követik, akármi is legyen annak az ára, vele együtt jönnek a mennybe, és ehhez az asztalhoz, ahonnan most a fiam hiányzik, vele együtt fognak sokan helyet foglalni. Vele együtt ülnek az én asztalomhoz. És örökké innen kaptak majd eledet. Örökké innen veszik majd el az eledet. Az én vendégeim lesznek. Az én házamnak vendégei örökké. Mert az én fiam magával hozza azokat, akik hisznek benne. És amikor eljött ez a karácsony este, megszületett a megváltó erre a világra, nem volt számára méltó hely, csak egy istálóban jöhetett világra. Mégis az Isten elküldte az angyalokat, és az angyalok dicsérték és magasztalták az Istent, mert az Isten már arra gondolt, hogy az ő asztala majd nem sokára megtelik azokkal, akik Jézussal jönnek. És sokan lesznek az én asztalomnál. És ő már előre örült ennek. Előre örült, hogy a fia majd hazajön. Előre örült annak, hogy a fia hozza az ő gyermekeit. És úgy szeretné Isten, hogy ennél az asztalnál, az ő asztalánál minél többen lennének. Minél többen helyet foglalnának. Mert annál az asztalnál mindenkinek van hely. Mindenkinek van. Ma asztalhoz fog szűrni a szeretteiddel. Holnap is asztalhoz fog szűrni. Nem tudom, hogy ott van-e mindenki, akit számoltál, eljött-e mindenki, akit vártál. De hát bizonyára úgy készítetted az alkalmat és a szívedet, és hogy mindenki számít. Mindenkire számolsz. Amikor asztalhoz jössz, akkor arra kérem az Istent, hogy emlékeztessen téged az ő asztalára is. Hogy neki is van egy asztal. Annál az asztalnál ott van Jézus Krisztus. És annál az asztalnál van még hely. Nem szeretnél majd egyszer törni az ő asztalánál? Nem szeretnél majd egyszer mennyei ízeket kóstolni, és örökké az Úr asztaláról venni eledelt, és nem szeretnél örökké az ő királyságának, az ő házának vendége lenni? Mi gátol meg téged ebben? Mi gátol meg téged ebben? Ez a karácsonynak az üzenete, hogy Isten elküldte a fiát, ami soha nem történt meg addig, az megtörtént, elhagyta a mennyet a fiú, és itt volt, de azért volt itt, hogy ha majd visszamegy, akkor sokakat magával vigyel. És milyennek az ára, hogy mi ott legyünk? Egyszerűen csak hinni kell, hogy Jézus érettem jött el erre a világra. Értem szánt harcba, a bűnnel és a halállal, és megfizetett értem mindent. El kell hinni, hogy ez nem csak egy olyan szép történet, egy olyan meghitt családias történet, hanem emögött bizony ott van az Istennek az a szándék, a szeretete és akarata, hogy azt szeretne, hogy minél többen legyenek az ő asztalánál. És ha a te szívedben van hely Jézus Krisztusnak,
Nem lényeg az, hogy a szívünk az mennyire tiszta, mennyire rendezett az életünk, mennyire vagyunk magabiztosak, mennyire vagyunk győztesek és erősek. A legszegényesebb szív is lehet szállás Jézus Krisztusnak. És ha benned van Jézus számára hely, akkor neked is lesz helyed ott a mennyei asztalon. Neked is lesz majd helyed. Csak annyit kell, hogy kitárod és azt mondod, Úr Jézus Krisztus, jöjj be a főhelyre, az életembe, jöjj el, tölts meg, legyél itt, maradj velem, hogy én is veled maradhassak örökké. Ha majd leülsz az asztalhoz, lesz-e számodra egy hely, amit Jézusnak tartasz? Ahová őt hívod be. Jézus jönni fog. Mindenkihez menni fog, aki hívja őt. És ha az Atya ezt látja ott fent az égből, mert ő most is lát bennünket, és nagyon jól látja, hogy most a gondolatod az merre jár. Mennyire szívod magadba az ő üzenetét és az ő hívását. Az Isten látja, és ha látja, hogy valakinek a szívében ott van, igen, én ezt ma megteszem, akkor az Isten ma nagyon fog örülni neked, és már készíti a névjegykártyát, amire felírja a te nevedet, és oda teszi, hogy ez a te helyed. És milyen jó lesz, amikor majd megjössz, és az én asztalomnak a vendége leszel. Ez az Isten szeretete, ezt tette az Isten ezért a világért, érted, értem mindannyiunkért, és ebben csak hinni kell. Mert aki hisz, az örökké vele lesz, és az ő asztaláról kap enni. Én már nagyon várom, milyen finomak lesznek ott az ételek. Milyen finomak ott az ital. Milyen csodálatos fényesség. Ott lesz fényesség. Nem ennek a világnak a fényesség. Ott lesz igazi fényesség. Látni a testvéreket. Látni újból egymást. Karácsony üzené énekelte a kórus. Krisztus téged is vár. Vár. Ne legyen ma közöttünk senki, aki hallja az ő szavát, de nem fogadja be Jézus Krisztust. Mert nem elég csak énekelni róla, nem elég tudni az ő történetét, hogy hogy jött el a világra. Ő többet akar. Ő azt akarja, hogy legyen hely benned ő neki. Hogy ő is helyet adjon neked az ő királyságát. Legyen így az ő kegyelméből, örökön örökké. Amen.
Erzsébet karácsony este. Karácsony este, hangulatok szállnak, fehér hófejhek, fehér angyal szárnyak, szelíd meleggel van szívünk tele. Aztán megyünk tovább, sötét lesz újra, csillag nem ég, utunk hóval befújja, hós életünknek dermesztő tele. Karácsony este, ó, csak gyermekemlék, szívünk kérdezve ver, emlékszel még? És éled, újul, sok csodás mese. Aztán megyünk tovább, reánk tipornak szürkén a gondok, hogy mit hoz a holnap, és nem kísér már az emlékese. Karácsony este, csoda, vég és kezdet, világosság, élet született meg, hol halál volt csak, naptalan sötét. Élet, aki életét letette, szemszeretettel magára vette a megváltásnak ember köntösét. Karácsony este, csoda, új teremtés, a kegyelem, az élet megjelent, és kincseivel lelkem felé siet. Egyedül, árván, miért haladnál? Van megtartó, akit ha megragadtál, kegyelem, élet, minden a tiéd. Dallamai az égnek, mint távkarok elénk siettek, 2000 éves ének.
ma sem tud nála senki szebbet. Együtt és dicsérünk és magasztalunk, hogy
békességet hirdetsz a hozzád megtérőknek, menedéket mindazoknak, akik hozzád kiáltanak, örök hajlékot az elveszetteknek, gyógyulást a betegeknek, szabadulást a megkötözötteknek, a bénáknak adsz erőt, hogy járjanak, a vakoknak világosságot, hogy lássanak, és mindezt adtad Jézusban, a te egyszülött fiadban, akit elküldtél mindannyiunkért erre a világon. Urunk, tölts meg minket önmagaddal. Ne legyen olyan kemény a szívünk, hogy minden másnak van hely az életünkben, csak neked nem. Jöjj el, Úr Jézus, és ülj a fő helyre. És éljél bennünk, növekedjél bennünk. Hogy azok a csodák az életünkben megtörténjenek, amiket te megtettél, megcselekedtél. És az a lélek legyen bennünk, amely belőled szólt. Hogy valóban mindig dicsérjük az Istent, aki a mennyben van, és a mennyei asztalhoz vár bennünket. És valóban békesség legyen bennünk, akármi is történik föld életünk során. És a te békességeddel menjünk az élet útján egyre közelebb te hozzád. Minden nap közelebb. És add meg nekünk, Urunk, hogy asztalhoz ülhessünk majd a mi atyánknak asztalánál. Ízlelhessük azt a sok jót, amit elkészítenek a mi számunkra is. Hogy érezzük azt az örömet, amely ott van fent a mennyben is, amihez hasonló nincs. És végtelen boldogságban, örök életben legyen részünk. Hiszen ezért jöttél el, és ezért vállalta, Urunk, az embernek életét és sorsát. Könnyek között is, szenvedések között is. Te tudtad, hogy mind kell keresztül menned. De a szeretet mindvégig ezen az úton tartott téged. Mert azt akartad, hogy aki benned hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát, hogy ebben a hitben éljünk, és ne a világgal gazdagodjunk, hanem veled. Mindenkor. És ahogyan láthattak téged a pásztorok, magasztaltak téged a bölcsek, úgy lássunk majd ti is téged, mi is téged, ott a te országodban. Add meg nekünk kegyelemből, szeretetedből, hitáltal. Áldott légy, hogy eljöttél. És áldott légy, hogy ma is eljössz mindenkihez, aki téged vár. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön legyen békesség. A te kegyelmedből. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet most és minden időben. Szeretném megköszönni mindannyiunk gyülekezet nevében a Gospel Kórusnak az ünnepi szolgálatát. Idén karácsonyra ezzel készültünk a gyülekezetben.
Köszönjük Varga György Dániel kórusvezetőnek, kántornak, hogy a gospel kórus felkészítette. Köszönjük a tagoknak, hogy itt voltak, jelen voltak és szolgáltak ezen az estén. Remélem, hogy velünk együtt tudtak lélekben felemelkedni a testvérek. Ez volt Istenek ajándéka ezen a mai estén mindenki számára. És adja meg az Úr, hogy valóban ezeknek az életnek az üzenete is, hangulata, az maradjon bennünk és kísérjen végig, nem csak az ünnepben, hanem az ünnep után is. Hirdetem a testvéreknek, hogy karácsony első és második napján is ünnepi Isten tiszteleteket tartunk. Ebben a templomban mindkét nap 9 órától, a műemléktemplomban pedig 10 órától, és első nap az Úrnak szent asztalát megterítjük. Ezek az alkalmak és várjuk szeretettel a gyülekezet minden tagját. És hirdetem, hogy ha majd vonulunk ki, akkor tessenek elvenni kis igés süteményt. Az egyik presbiter testvérünk készítette a családjával együtt ezt a kis apró süteményt, és bele van sütve az ige. Úgyhogy vegyen el mindenki ebből a süteményből, arra kérem, és ne kapjuk be és rágjuk, hanem törjük ketté, nézzük meg az igét, Istennek az üzenetét, hiszen, hogy találó, tehát az Isten soha nem téved, és kapufára nem lő, hanem belőli egyenesen az ígyszer. És tudja, hogy kinek, miért üzeni azt, amit üzen. Vigyük el ezt is ajándékképpen ezen a mai estén, szeretettel, és mindenkinek, szerettei körében és a gyülekezet körében Istentől gazdagon, de lélek által megáldott karácsony ünnepet kívánunk. Legyen szebb annál, mint ahogyan elképzeltük az ő kegyelméből. És legyen Jézussal eltöltött. Jézussal megáldott. Záró énekünket énekeljük, szeretett testvéreim. Ha megtalálom. 419-es, köszönöm. A 419-es énekünk az új énekeskönyvből. Ha valakinek még csak a régi énekeskönyve van, akkor a 326. dicséretet keresse ki. Az új énekeskönyv 419-es, a régi énekeskönyv 326-os dicséretét énekeljük. Ismerős mindenki számára, és ezzel az énekkel zárjuk szentesti Isten tiszteletünket. Mindegyik versét énekeljük, első vers így kezdődik. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek.